Idén mintegy 400 diák vállal a nyáron munkát Hajdúböszörményben, két turnusban, július, illetve augusztus hónapban. Hangzott el az ünnepélyes szerződés aláíráskor, július 13-án. A fiatalokat Fúris László alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, mintegy 35-38 ezer forinttal egészíthetik ki a diákok a családi kasszát 2020-ban. Ők vállalják, hogy a városi intézményeknél, civil szervezeteknél két héten át napi 6 órában dolgoznak majd. Az alpolgármester kiemelte, az országos programra idén is sikerrel pályázott Hajdúböszörmény önkormányzata, amely évek óta lakosság arányosan a legnagyobb diák foglalkoztatók között szerepel. Szinte mindenki érezhette azokat a korlátozásokat, amelyet a koronavírus járvány okozott, de az országban, a világban, de itt Hajdúböszörményben is. Ugye nekünk volt egy nagyon jó programunk a diák foglalkoztatásra, azt lehet mondani, hogy az országban lakosságszámban az elsők között vagyunk. Tavalyi évben is 570 fő foglalkoztatását tudtuk megszervezni, és ugye ez hagyományosan már a május vége közepétől elindult egy szervező munka, és annak köszönhető, hogy ilyen nagy számú diákot tudtunk foglalkoztatni. De az idei évben többször rákérdeztünk a foglalkoztatási osztályra, a minisztériumra, hogy várható-e a program indulása, mert hogy a diákok már úgy május végén jöttek és próbáltak, vagy telefonon próbáltak érdeklődni, és hát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz ebből a programból az idén, program nem indulhat el. És hát ugye foglalkoztatás szervezés nem mindenképp fontos, a foglalkoztatóknak a szerepe. A foglalkoztatás általában az intézményeknek, a cégeinknél, a vagyonkezelőnél, a civil szervezeteinknél és hát rendezvényeken valósult meg. Az idejében a rendezvények nagyon nagy része elmaradt, hisz szervező munkát nem lehetett végezni, létszámkorlátok voltak, távolságtartás, úgyhogy egy teljesen bizonytalan év előtt álltunk, és hát többször érdeklődésre június elején jelezték, hogy úgy néz ki, hogy indul. De hát a szervezés miatt nem tudtuk elindítani, nem mertük a szervezést, hogy felbiztassunk bárkit is. Úgyhogy egy ilyen nagyon rövid időn belül kellett végül is június vége körül, nem is júniusban, június vége körül kaptuk a jelzést, úgyhogy gyakorlatilag egy néhány tíz nap durván az, ami rendelkezésre állt, hogy foglalkoztatókat megkeressük, és egyáltalán elkezdjük szervezni. Úgyhogy az 570 főhöz képest egy kicsit szerényebben, 400 fő foglalkoztatására nyílik most lehetőség. Ez ideig 352-en jelentkeztek, 352 főben van visszafoglalkoztatás, úgyhogy ilyen 400 főt mindenképp ki fogjuk meríteni. Két turnusban indul el, most 13-án az első, és ezt megnézem, 8-3-án. Fog indulni a második turnus. 10 nap foglalkoztatást fog ez eredményezni két alkalommal, 6 órában, és egy 35-37 ezer forint körül fognak keresni a diákok. Amit elnyertünk az Innovációs Minisztériumtól, Fejlesztési Minisztériumtól, hogy 25 millió forint forrás, ehhez az önkormányzat mintegy 1 millió forinttal fog hozzájárulni. A foglalkoztatók száma is nagyon örvendetes, mert annak ellenére, hogy nagyon sok rendezvény elmaradt, 31 foglalkoztatót sikerült megnyernünk a programért, és hát az is örvendetes, látva a diák munkának a sikerét, hogy a foglalkoztatók az előző első években még úgy kellett kérni őket külön, könyörögni majdnem, hogy próbálják meg, de most mindenki azonnal jelentkezett, és jelezték is, hogy látva a problémáinkat, hogy most kevesebb a helyszín, így ha szükséges, akkor ők vállalnak nagyon szívesen több diák, vagy vállalják a diákok foglalkoztatását, úgyhogy nagyon jól el tudtunk indulni. Remélem, hogy a családok számára egy kis bevételt jelent, a fiatalok számára munkatapasztalatokat, illetve hát maga nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy fiatal sokszor még fél egy hivatalba bemenni, és itt rá van kényszerülve, hogy önállóan jöjjön be a polgármesteri hivatalba, menjen a foglalkoztatási osztályra, a járási hivatalba, és hát egy munkaegészségügyi
alkalmasságit kell végezni, úgyhogy ezt mind maguk, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a diákjainkra, egyáltalán a Hajdúböszörmény fiataljaira, hisz az ország egyik legjobb programját valósítjuk meg, és ugye sokszor panaszkodunk a fiatalokra, hogy nem úgy állnak a munkához, nem úgy végzik, meg jaj, vannak kényelmesedve, azt kell mondjam, nekünk nagyon pozitív a tapasztalat.